Nagy szeretettel köszöntelek benneteket Jézus hatalmas nevében. Egy héttel ezelőtt arról szóltam, amit Isten a szívemre helyezett, hogy Isten szól. És ahogy a zsidókhoz írt levél első részének első két verse beszél arról, hogy Isten sokszor és sokféleképpen szólt, és ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk és szól hozzánk, az volt a szívemben, és ez helyeződött a szívemre, hogy Isten igenis szól, nem változott meg őben, nincs nincsen fény, sem változás. A fiú is szól, Jézus Krisztus, és ma a Szent Szellem is szól, mert azt mondta Jézus János Evangélium a 14. részében és 16. fejezetében beszél, a Szentírás arról Jézus szavait adja elénk és tárja felénk, hogy Jézus beszélt arról, hogy a vigasztaló, a pártfogó, Igenis, azokat mondja, amiket Jézustól hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti néktek. És ahogy elmúlt ez a egy héttel ezelőtti vasárnap, a szívemen ott volt újból és újból ez a gondolat, hogy annyi minden hangzik, annyi mindennek halljuk a hangját. És ez helyeződött a szívemre, és ezt szeretném nagyon röviden megosztani veletek. Ez a mai üzenetnek a témája, Isten szól, vagy más. Kinek a hangját hallod meg? Olyan sokféle úr van, és olyan sok ember, király, uralkodó játszotta az Istent, legyen az fáraó, császár, diktátor vagy vallási vezető. Olyan sokan gondolták azt is, azt hitték, hogy ő, Velük forog ez a világ, és minden. És hogy e, voltak időszakok, és voltak e, diktatúrák, és mai napig is ezen a Földön vannak diktatúrák, ahol egy-egy embernek a szava olyan, mintha Isten szava lenne, és hogyha valaki mer nemet mondani neki, akkor az életével fizethet. Az, ami a szívemben van. A Biblia beszél arról, hogy olyan sok mindenki próbálja magát Istennek állítani, vagy éppen fölé emelni. A sátánnak ez volt a bukása. Azt mondta, fölmegyek a csillagok közé, és fölé emelem magam az Isten trónusának. És ö, felfuvalkodott a dicsőségében, és Isten levetette őt a mennyből. Azt mondja a jelenések könyve, hogy magával vonta a csillagok egyharmadát. Tehát amikor e, látjátok ezeket a sok-sok képet uralkodóktól, ról, diktátorokról, vallási vezetőkről, vagy istenekről, akikre úgy tekintenek ma nagyon sokan, hogy, hogy az az isten, és leborulnak előtte. Néhány ige a Bibliából, amit a szívemre helyezett, nagyon sok van, de próbáltam szelektálni, és néhányat kiemelni, megosztani veletek, hogy mit is mond a Biblia. 82. Zsoltárban ezt mondja, azt mondtam ugyan, és is Istenek vagytok, a felséges fiai minnyáján, mégis meg fogtok halni. Hát milyen dolog az, hogyha egy Isten meghal? Hány és hány vezető, diktátor, próféta, király, fáraó, császár eh, Istennek képzelte magát, isteni imádatot várt magának, és követelt, és az enyészet. Ma már sehol nincsenek, csak a történelem lapjaiban, vagy éppen szobrok ö, örökítették meg az ő arc kifejezését és dolgait. 86. Zsoltár 8. verse: Semmit érő istenekkel tettek féltékenyé. Hogy ki az élő Isten, és ki az az Isten, aki az igazi, nagyon egyszerű. A Biblia világossá teszi, hogy. hogy az Isten az Úr, aki cselekszik, akihez, hogyha odafordulok, ha odafordulsz, és kiáltasz hozzá, akkor ő azt mondja, én válaszolok én, én megsegítelek, én vagyok a te gyógyítód, mondja az Úr, én vagyok a te szabadítód, én vagyok a te megtartó. Ézsajás könyvében 37. rész 19. vers a következőt mondja, isteneiket tűzre vetették, mert azok nem is voltak istenek. Hogy most emberek, népcsoportok, kontinenseken élő emberek kit vagy mit imádnak, az az idő el fogja dönteni, hogy valóban az, vagy sem. A Biblia egyértelműen beszél, hogy sok-sok Isten van, de Döbbenetes volt számomra a Jeremiás könyvének második része, 11. vers, azt mondja Isten, cserélte pogány nép isteneket. Ma, amikor nézem a világvallásokat, vagy éppen é, figyelemmel kísérem, hogy egy-egy népcsoport kit és mit imád, és hogy mennyire rendíthetetlen és mennyire buzgó, azt mondja Jeremiás 2.11., a pogány népek nem igazán szoktak Isteneket cserélni, de az én népem Izrael fölcserélte az én dicsőségemet haszontalansággal. Az Isten az Úr. És hiszem azt, én e, jó néhány évtizeddel ezelőtt hívtam be a szívembe Jézus Krisztust, Úr tettem az életem fölött, és azt tapasztalom mind a mai napig, hogy amikor hozzá kiáltok, hozzá imádkozom, kérhem őt, tudom, hogy nincs e, jogom de hogy ő egy irgalmas Isten, egy könyörületes Isten, egy szerető úr, és meghallgat, és válaszol. És azt mondja az 50. 5, ez egyik Zsoltár, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Még egy, még egy, gondolat az új szövetségből is hoztam nektek igéket, Korintusi első levél 8. részében, az ötödik verstől azt mondja Pál, mert ha vannak is úgy nevezett Istenek, hogy ki minek állítja be, vagy mennyire borul le, vagy hódol előtte, vagy szánja oda az életét. A Biblia egyértelműen beszél az 1 Korintus 8, 8. Rész 6. versében, hogy egy az Úr, egy a hit, és egyetlen egy Úr Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és minden ő általa. És még egy a Galata 4.8 amikor pedig még nem ismertétek Istent, olyan Isteneknek szolgáltatok, amelyek valójában nem azok. Mert valahogy így vagyunk teremtve. Ott van bennünk az a vágyakozás. Isten így teremtett az ő képére és hasonlatosságára. Ezt mondja Mózes első könyve. És éppen ezért valahogy az ember, hogyha valakit vagy valamit nem imád, és nem tisztel, és nem dicsőít Istenként, akkor olyan rosszul érzi magát, és hiányzik valami. Mert bele van kódolva a gényeinkbe. És a felismerés, amikor találkozol Jézus Krisztussal, az Istenével, a könyörület ura, urával, azt mondja Pál, hogy mindaz, ami nekem nyeresség volt, az kárnak és szemétnek ítéltem, hogy megnyerjem őt és az ő feltámadás erejét. Mert a vallási vezetők, a proféták és azok, akik egy-egy világvallást elindítottak, hol vannak, emlékeik vannak, sírboltjaik vannak, oda járulnak a híveik, és halottak. De Jézus Krisztus él. Jézus Krisztus feltámadta halálból. És amikor Jézust hívom segítségül, Jézust hívott segítségül, akkor ő válaszol. Mert ő ott van a mennyben, és el fog jönni. Mert azt mondta, ott, ahol az én atyám van, akarom, hogy ti is ott legyetek. A következő dolog, amit a szívemre helyezett Isten, hogy sok, sok adó van, de és, ne, és, nem a, a, különböző százalékokról van szó, meg a mindenfajta adózási nemről van szó, hanem, hanem úgy, ahogy látjátok itt a tévét, meg a rádiót, annyi féle csatorna van. És amikor az ember kezibe veszi a, a távirányítót, akkor választhat csatornát magának. És ez az, amit a szívemre helyezett Isten. Mit akarsz hallani? Mi, mi az, amit meg akarsz hallani? Mi az, amit kiválasztasz? Rajtad múlik az ízléseiden azon, hogy mi áll közelebb hozzád? Egy biztos, a szívemre helyezte Isten János Evangéliumának ötödik részét, ahol azt mondja, hogy miközben... A mai világ nem akarja meghallani Istent. Isteneket választ magának. Istenévé teszi a munkáját, az unokáját, a hivatását, a kocsiját, a számítógépét, és mindent Istenné tud tenni az életében, ami nem az, mert nem segíti meg és nem gyógyítja meg. Lehet, hogy egy ideig, óráig jókedvre deríti, de nem hoz életet, szabadulást és gyógyulást. És a János Evangélium ötödik része azt mondja, bárhogy is váltogatod a csatornákat, bármit is akarsz meghallani, és azt mondod, nincs szükségem Istenre. Eljön majd az idő, amikor valamennyien oda állunk, és akár akarod, akár nem, meg fogjuk hallani. Figyelj csak, mit mond a János Evangélium 5. része, a következőt mondja, 28-29-es verset mondom. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik jót tettek, az életre támadnak fel, akik pedig rosszat cselekedtek, az ítéletre támadnak fel. Mert Isten fog megítélni élőket és holtakat. Amikor János elragadtatik a Patmos szigetéről, és látja az eljövendő dolgokat, találkozik azzal a Jézus Krisztussal, aki elment a mennybe, és látja a dicsőségét Jézusnak, és látja, hogy nála van a halál és a pokol kulcsai, hogy, hogy ő az alfa és az omega, és a kezdet és a vég. Döbbenetes dolog. De egyszer, ma, ha azt mondod, ó, nincs szükségem erre a hallásra, és átváltok más csatornát, mert nem érdekel, megteheted. De egyszer oda fogunk állni, és meg fogjuk hallani. Döbbenetes ez a János evangéliumának 5. részének 28-29-es verse. A halottak fel fognak támadni, és meghallják. Még azok is, akik átszegezték, még azok is meg fogják látni, azt mondja a jelenések könyve, minden szem meg fogja látni. A következő, ami szívemet megérintette, tudjátok, két nagy fiam van, és visszaemlékszem a gyerekkorukra, visszaemlékszem, mert van egy csodálatos kislányunokám, és úgy, úgy jönnek elő azok a, azok a hetek, hónapok, évek, évtizedekkel ezelőtti események, amikor a gyermekeim még kisebbek voltak, és nagy önzetlenséggel és szeretettel a szobájukba játszottak. Igyekeztünk megvenni sok-sok játékot, és mi is igyekeztünk velük együtt játszani, amennyire tehettük, de, de valahogy így a gyermeki szívhez ez hozzá tartozik, és visszaemlékszem jó néhány alkalommal, amikor úgy elmerültek a játékba a legózásba éppen, és bekiáltottam az előszobából, fiúk, ebéd, gyertek, készen van! És csak csak szerelték tovább a kis játékokat, szerelték. Olyan szelektív volt a hallásuk. És a mai ember ilyen. Láttad már a munkatársaidat is, amikor valami beszélgetés van, ó, mindenki csinálja maga dolgát. Aztán valami olyan dolog, ami őt érdekli, rögtön, mint a lokátor, a fülei fordulnak, a tekintete oda fordul, és csinálja a dolgokat, és érdekli, és, és csupa fül, csupa szem. És Isten ezt a szívemre helyezte. Ma az ember ilyen szelektíven hal. Többször volt ilyen helyzet, amikor többször el kellett mondani. Mondták, mindjárt megyünk, aztán folytatták tovább a játékot. És mi már az asztalnál ültünk, eltelt öt perc, és még semmi. Aztán mentem, fiúk, ebéd, mindjárt, és játszottak tovább. Mert az annyira fontos volt, az annyira izgalmas volt, annyira érdekes volt. És az, amit Isten szívemre helyezett, és amit szeretnék megosztani veled, az az, hogy annyiféle csatorna, zaj, információ, üzenet, Jön, jön, egyik Istentől, másik Istentől, a harmadiktól, abik, akikre nézve, ugye az előbb említettem, hogy valójában nem is azok. Egy az Úr, egy a hit, egy a bemerítés. Nincs más. De tudod, mit mond, és ezt a szívemre helyezte Isten a zsidókhoz írt levél ötödik részét, mégpedig az, hogy a nagykorúaknak pedig keményeledel van való, mint akiknek tapasztalatuk folytán gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz megkülönböztetésére. Mert úgy, ahogy az előbb láttad azon a képen, hogy ott van a, 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 távirányító, és váltasz, ugyanígy, ami bensőnkben van egy ilyen távirányító. Nekem kell ráhangolódnom, nekem kell kapcsolnom és váltanom, mert a Biblia beszél erről, és tudjátok, a Szentírásban fantasztikus példák és üzenetek vannak, ez ebből csak töredéket, néhányat szeretnék megosztani veletek, néhányat az Ószövetségből, néhányat az Újszövetségből, hogy lást, hogy, hogy mennyire jönnek az információk és üzenetek, és az ember mennyire félreérti mindazt. Akháb király egy hatalmas király volt, Izrael királya. Felesége Jézabel volt. Egy idegen nő volt, és behozta a bálványimádást. És mindent megtett azért, hogy Izraelben az élő Isten hitet kírsa a profétákat megölette. Az emberek félelemben jártak, és Isten megelégelte ezt. És a királyok első könyvének 22. részében van egy, egy kielentés, amikor a proféta oda megy, és azt mondja Akhábnak, mert meg belátott a menny dolgaiba, és azt mondja, Mike pedig ezt mondta, halld meg az úr igéjét, láttam az urat trónján ülve, és az egész mennyei seregek ott állt jobbján és balján, és ezt mondta az úr, ki fogja rászedni a hábot, hogy felvonuljon és elesség rámód Gileádnál. Előjött az egyik, előjött a másik, és nem volt jó az ötlet. Aztán előjött egy lélek, és ezt mondta, majd én rászedem. Hogyan? Hazug lélek leszek minden profétája szájában. És azt mondta Isten, menj, tégy így, és meg is történt. Siába mondja el ezt Mikeyahu a proféta, az úr profétája börtönbe vetik. Miért? Mert a többi proféta a hazug lélek, a démoni kijelentést kapták, hogy menjen a király, és harcoljon, meg, győzni fog, és meghal. Kinek a hangját hallod meg? Ki az, aki motivál, vezet és irányít? A következő, amit a Szentírás ugyancsak az Ószövetségben említ meg, amikor Izrael hazatér a babiloni fogságból, és Nehémiás az egyik vezető pap, aki segítségével épül a várfal, épül a templom, helyreállítják a dolgokat, és megdöbbentő történet hangzik el Nehémiás Profita könyvének hatodik részében, Nehémiás felismerte, hogy Szamballat és Tóbiáki gúnyolta Isten népét, és mindent megtett azért, hogy keresztbe tegyen, hogy ne épüljön fel a várfal, és ne épüljön fel újból a templom. És milyen e, érdekes dolog, hogy e, hogy egy zsidó embert használt fel szamballát és Tóbiá, és ez az ember hívta magához Nehémiást, és azt mondta, bezárkózott, és ezt mondta, találkozzunk a templom belsejében, zárjuk be a templom ajtóit, mert el fognak jönni, és meg akarnak ölni téged, és mi történik? Azt mondja Nehémiás könyvének hatodik részének a 10.13-as verse, hogy Nehémiás felismerte, hogy nem Isten küldte e, Semaját, hanem Szamballat és Tóbiá bérelte fel annyira csodálatos dolog, ez felismerte. Tudjátok, a Korintusi első levél 12. részében a szellemi ajándékokra nézve van olyan kijelentés, hogy a lelkek megítélésének ajándéka. És nem mindegy, hogy melyik lélek mondja azokat a dolgokat és ezeket a kijelentéseket. És azt mondja a proféta, vagyis pap, nehémiás, hogy felismertem, hogy nem Isten küldte, hanem azért mondta rólam ezt a proféciát, mert fölbérelte Tóbiá és Szamballat, és azért bérelték fel, hogy félelmemben így cselekedjek, hogy védkezzem, hogy rossz híremet költsék, és gyalázzanak engem. Következő történet, Jónás, aki meghallja az úr szavát, nem egy, egy démonnak, nem egy, egy, egy más Istennek az üzenete, hanem magának az élő úrnak a szava. Azt mondja neki, így szól az Úr igéje, ezzel kezdődik Jónás könyvének első része. Jónáshoz: Menj ninivébe a nagyvárosba és prédikálj, 40 nap és ninive elvész. Jónás hallja az Úr szavát, és mit csinál? Pont az ellenkező irányba megy. Amikor hallod, amit Isten mond, mit teszel? Ez egy, a jónási lelkület pont az ellenkezőjét fogja tenni. Csak ennyit, majd olvasd el az egész könyvet, ezt a néhány részt jónás könyvét, és meg fogod látni, hogy Isten mégis eléri jónásnál azt, hogy menjen Ninivébe és prédikáljon. Pál apostol, egy olyan eh, apostol volt, egy olyan szolgálója volt Jézus Krisztusnak, aki... Felismerte a dolgokat. Olyan kijelentéseket olvasok az apostolok cselekedete 16. részében, hogy amikor menni akart Ázsiába, a Szent Szellem nem engedte neki. Amikor menni akart Bitiába, eh, Bitinniába, akkor Jézus Szelleme nem engedte. És az első tesszalonikai levél második részének 18. versében pedig arról beszél, hogy megakadályozott engem a sátán. Szóval az, amiről... Ír a korintusi első levél 12. részében, hogy a Szent Szellem ajándékokat ad, a, úgy, amint akarja, a, a szellemek megítélésének ajándéka megvolt pálnál. Tisztában volt, amikor Isten szelleme nem engedte, és azt mondta, hogy állj, és tisztában volt azzal, amikor a sátán próbálkozott, mert hogyha az Úr azt mondja, hogy nem, akkor nehéz az ösztök ellen rugódozni. Ha pedig az ellenség, akkor harcolni kell. Mert azt mondja a Biblia, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. És ez a kis kép, amit itt láttok, Arról szól az apostolok cselekedete 16. részében, hogy amikor megy egyik városban és prédikál, akkor ott volt egy jövendőmondó leányka, aki ment utánuk és állandóan mondta, ezek a magasságos Isten szolgái, akik az Úr útját hirdetik nekik. Ez egy fantasztikus igazság! De Pál megfordult? Mert tudta, hogy nem az úr lelke mondja ki ebben a lányban azokat az igazságokat, hanem egy jövendő mondó lélek, és ráparancsolt, és azt mondta, menj ki belőle, és megszűnt a jövendő mondása annak a leánykának. Aztán utána börtönbe került, ott Filippibe, és ennek a hatására tér meg a börtönőr, és Isten fantasztikus dolgokat tesz. De Pál tisztában volt azzal, hogy mikor mondja Isten, hogy nem, és mikor próbálkozik az ellenség, hogy nem. Hiszek a lelkek megítélésének ajándékában. Hiszem azt, amit az Úr a szívemre helyezett, ez az utolsó előtti dia, amikor Jézus azt mondja, én a jó pásztor vagyok. És mit mond? János Evangélium tizedik részében van ez a fantasztikus történet. És azt mondja Jézus, az én juhaim hallják az én hangomat, és követnek engem. És mi történik? Azt mondja, olyan fantasztikus a dolog, idegent nem követnek. Sőt, amikor az idegen hangját hallják, elfutnak, mert az idegen hangját nem ismerik. János 10.14. Én vagyok a jó én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Sőt, azt mondja a 16. vers, hallgatni fognak az én hangomra. Drága barátom, testvérem, hallod? Jézus a jó pásztor, és szól. Ó, sok vélemény, sok információ jön, sok csatorna hangzik, és mindegyik próbálja magáét, megrag téged megragadni, és azt mondja, én vagyok az igazi. Hát Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És befejezésül a zsidókhoz írt levél, egy gondolatát szeretném megosztani veled, ami a harmadik részben van. A hetedik vers és nyolcadik vers, ami azt mondja, a Szent Szellem mondja, ma, ha az ő szavát hallod, ne keményítsd meg a szíved. Ne dugd be a füled, ne csukd be a szemed, hanem hald meg. És tudod, az a, az a belső távirányító ott van benned, a te döntésed. Mit hallgatsz meg, kit isteni tesz, ki előtt borulsz le mit választasz Istenednek? Lehet, hogy azt mondod, én még nem találkoztam ezzel az Úrral, az élő Istennel, Izraelistenével, Jézus Krisztus atyával. Egyszer oda fogunk állni, és meg fogjuk hallani az ő hangját. Ma szeliden szól, és azt mondja a jelenések könyve, nézd, az ajtót előtt állok és zörgetek. Ha te meghallod az én hangomat, én bemegyek, és életed lesz, szabadulásod lesz, és gyógyulásod lesz. Számtalan történet van még az szentírásban ó és új szövetségben, amikor jönnek üzenetek, kielentések, és nem mindegy, hogy az az üzenet Istentől von, vagy Istennek nevezett valakintől jön, hazuglélektől jön, démonoktól, gonosz lelkektől, mert azok is próbálkoznak. És azt mondja a Szentírás, hogy a gonosz mindent megtesz azért, ha lehet, még a választottakat is elfordítsa. Hald meg az úr szavát. Legfőképpen úgy tudod, ha kinyitod a Bibliát, és olvasod. És a zsidókhoz írt levélben említett kijelentés, a gyakorlat következtében már alkalmas lesz a jó és a rossz megkülönböztetésére. Sőt, Isten ajándékait adja, mert minden jó és tökéletes ajándék onnan felülről jön, és ezért szeretnék imádkozni, hogy Isten az ő drága szellemével töltse be az életedet. Hogy egyrészt ugye gyakorolni kell, és gyakorlatozunk. Nem kell ahhoz katona zubbonyt felvenni, de az életünk egy gyakorlat. És azt mondja a Szentírás, még tévedhetünk is, és bukhatunk. De föl kell állnunk. Ne örülj ellenségem, mert ha elestem is fölkelek, ha sötét helyen is lakom, az úr az én világosságom. És ne feled, kérd, én kérem, drága Szent Isten, jöjj, tölts be bennünket. Add a te jó ajándékaidat, add a lelkek megítélését, hogy meg tudjuk ítélni az életünkben, úgy, ahogy Pál meg tudta ítélni, hogy most Jézus mondott nemet, most a szent szellem mondott nemet, most az ellenség a sátán próbálkozik, egy hazug hitető szellem próbál eltéríteni, aminek nemet kell mondani, Jézusnak pedig engedelmeskedni. Ez meg, és őrizzen meg, és kívánom, hogy győztesek legyünk. Kívánom! hogy meghald az Úr hangját, és ne legyen jónási lelkület benned, hogy pont az ellenkező irányba mégy. Hanem úgy, ahogy sámul el. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Legyetek áldottak. Isten áldjon benneteket. Amen.